köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Nemzeti Kincseink című műsorában. Mai napi vendégünk Lavka Tibor úr, aki Budakalászról érkezett hozzánk, abból a célból, hogy elmesélje nekünk, hogy milyen találmány végül is, de azt mondja, hogy ne találmányként nevezzük, mert már valami hasonló van a világon, de amit ő fejlesztett ki, az csak a kezében van. Valami olyasmiről van szó, ami a ablak frontális üvegére meleg folyadékot spriccel, ugye? Tényleg. Igen, hát ez legfőbb. Hogy részletekben mondja meg ön, hogy ön tudja, hogy pontosan miről van szó, tessék parancsolja. A lényege az, hogy a téli hidegindításnál, hogyha le van fagyva az ablakom, akkor gyakorlatilag beindítom a motort, és utána egy 30 másodperc múlva egy langyos és egy percen belül forró vizet tudok spriccelni a szélvédőre. Addig körbe lekaparom az üveget, és azonnal tudok indulni, és mivel még akkor nincs fűtés az autón, akkor ez a langyos víz még mindig karban tartja a szélvédőt egy biztonságos kilátásért. Ez a téli előnye, a nyári előnye pedig autópályán, nagy sebességnél, ahol nagyon sok bogár van, nagyon könnyen ez a langyos víz, vagy meleg víz nagyon könnyen leszedi a szélvédőről a bogarakat, tisztán tartja a szélvédőt. Gyakorlatilag energiatakarékosság szempontjából kevesebb folyadékkal ugyanazt meg tudjuk csinálni, és a kilátásnak a lényege az, hogy nagyon jó kilátásom van folyamatosan ezzel a meleg vízzel. És amit ön létrehozott, az a valamilyen műszer, az rá van nyilván kötve arra a víztárolóra, nem? Ahol a... Igen, ezt úgy csináltam meg, hogy ha ne agyis az én készülékem elromlik, attól az ablakmosó berendezés akkor is továbbra is ugyanúgy működik, szóval gyakorlatilag, hogy ha véletlenül elromul, de nagyon kicsi az esély rá, mert... Annak van egy külön tárolója? Külön tárolója van, és ez sorba van kötve a rendszerrel, és gyakorlatilag én azt a vizet melegítem, ami már a fúvókára megy. Az azt jelenti, hogy ezzel a fúvókának a lefagyását is megakadályozom, és gyakorlatilag kevesebb, kisebb hőmérséklet fagyáspontú folyadékot kell tartani a tartályban, mert csak mondok egy számot, ha Magyarországon azt mondom, hogy van mínusz 20 fok nagyon hideg, akkor mínusz 40 fokos folyadékot kell tartani a tartályban. Na most ezek után elég a mínusz 20 fokos is, mert eleve már egy meleg vizet nyomunk a fúvókára, ami mondjuk, ha kilép a hideg víz a fúvókánál, akkor az amúgy meg akar fagyni. Most, de mivel, hogy egy meleg vizet nyomunk, vagy egy langyosat, mert 10 másodperc múlva már langyos, ahogy beindítom, 10 másodpercen belül egy langyos víz jön. De ahogy kikapcsol a készülék, onnantól egy 60 fokos vizet állítok elő, ami a szélvédőre durván 40 fok. Sokan megkérdezték, hogy ez el fogja repeszteni a szélvédőt. A jó szélvédőt nem tudja elrepeszteni, szóval amint nincs repedés, a normális szélvédőre meg az a 40 fokos víz, az teljesen tökéletesen fog működni és töröl. Ez a berendezés, ez nem a teljes a legvégén van, hanem való mélyebb. A kettő között van, a kettő között. A fúvóka és a... Egyet fúvok, és akkor mínusz 20 fok hideg van kint, akkor a csőnek a vége az lehet, hogy le fog fagyni, nem? Na most azért kell, hogy ha mínusz 20 fok, legalább a mínusz 20 fokos folyadék legyen az a tárolóba, akkor az a fúvóka nem fagy le, de mivel a meleg fölfele megy, amikor én beindítom a motort, bekapcsolom az elektronikát, ami teljesen onnantól az elektronik bekapcsolása teljesen automatikus. Vagyis utána kikapcsol, amikor már nem lesz rá szükség, úgyhogy nem lehet elfelejteni azt, hogy most ezt fölöslegesen fogyasztom. Fölösleg akkor kapcsolom, amikor szükségem van rá. Szóval, ha reggel akarok kinni, benyomom a gombot, onnantól én be tudom állítani azt, egy dízelautónál 10 percig szokott működni, egy benzinesnél bőven elég 5 percig működjön ez az elektronika, és utána automatikusan kikapcsol. De ha én még egyszer megállok, vagy ne agyisztem, bekörök egy dugóba, és nem melegszik a motorom, akkor még egyszer visszakapcsolom egy nyomógombbal, és nekem egy kontroll jelzi, hogy ez a készülék működik, és megint 5 percig, vagy 10 percig, és megint kikapcsol. Szóval gyakorlatilag, hogy bekerülök egy nagy hóesésbe, akkor... Olyat nem tud csinálni, hogy én megnyomom a spriccelőt, hogy akkor az automatikusan be is kapcsol. Nem tud, mert fölöslegesen ne fogyasszon áramot, mert energiát nem kapunk ingyen. Szóval ez fogyasztásban is, meg az a készülék élettartamában sem éri meg. Szóval gyakorlatilag, amikor már üzemmeleg az autó, a
akkor ez fölösleges, mert ahova mi ezt felszereljük, ott a motor környezeti hője egy langyos szinten fogja tartani ezt a folyadékat mindig. És ez a szerkezet, amit létrehozott, ez bármilyen autóra rászerelhető? Ez az autó 99%-a beszerelhető, még nincs katalógusom róla, egyelőre ez, hát ugye most készül a katalógus, készülnek fényképek, jegyzetek, hogy vannak autókban nagyon könnyen fél óra, óra beszerelhető, hát inkább most mondjak egy példát, mondjuk a Suzuki SX4-ben nagyon kellemesen és nagyon profin, gyorsan beszerelhető. Önnek van ilyen kocsia? Nem, nekem más autóm van, de nekem is japán autóm van. Abba is aránylag egyszerű volt beszerelni, aztán van egy-kettő, amiben nagyon, és hát a luxuskocsikban annyiban, amilyen a luxuskocsi került, egy kicsivel drágább. De a luxus, és a luxuskocsikban például mondok egy példát, a nagy Merciben van például ilyen fűtés, de ez is csak akkor működik, amikor üzemmeleg az autó. Vagyis nem akkor, amikor el akarok indulni. És most hiába van nekem, gyárilag be van szerelve, ez a luxuskocsikban gyárilag be van szerelve, de ott csak olyan, hogy üzemmeleg autónál. És most mondok, van nekem egy 500-as mercim, hiába van nekem garázsom, hogyha elmegyek síelni mondjuk az Alpokba, és ott nincsen fedett garázs, mert mondjuk a Tirolban nem minden helyen van fedett garázs, nem minden szállodában. Ha kinn áll az autó, akkor ez a meleg víz nem működik. Az én készülékem akkor is működik, és ahogy beindítom, az a lényeg, hogy bekeindítom a motort, hogy áramfogyasztó, hogy akkor az áramgenerátor termel, ezt utána hozzákapcsolom, és akkor innentől ez a 5 perc vagy 10 perces működés létezik, de mondom, bármikor visszakapcsolhatom. Bármikor visszatom kapcsolni, és az igényetől függően megint 5-10 percig. Most mivel, hogy ez most kezdi majd gondolom gyártani. Igen, sajnos, mert még ez egy fejlesztés, ez egy ötlet. Megkérdeztem embereket, sokan értetlenül néztek rá, soknak tetszik. Ugye vegyes, kb. 50-50%. Igen, de ez mindenben így van. Én nem tartom magamnak ilyen olyan nagy nem feltalált típus vagyok, hanem érdeke a biztonság, meg a kényelem, hogy ha már van, ülök egy autóba, akkor az jól működjön. Azt nem elfelejtettem elmondani, hogy ön egy autó villamos műszer és mester, úgyhogy nem is véletlen, hogy ilyesmi kipattant az agyából, nem? Hát és nagyon sok ötletem van azon kívül más, és mind ilyen biztonsági, meg kényelmi berendezés, ami gyakorlatilag nem sok pénzből, amit az autógyártók kihagynak egy autóból, és biztonságos, és ettől egyszerűbb az autózás, kényelmesebb az autózás. Szóval... Mivel ön mögött nincs egy hatalmas nagy gyárrendszer, ami ezt aztán elkezdi sorozatba gyártani tízezes nagyságrendbe, úgyhogy nyilván itten szerény körülmények között kezdi majd el az egészet csinálni. Ennél fogva nyilván drágább, mint hogy egy sorozatgyártást kezdene lecsinálni. Mennyibe kerülne egy ilyen beszerelés mondjuk körülbelül? Hát, most ott tartunk, hogy olyan 20 000 forint plusz áfa a készülék. Maga. De akkor úgy, még a beszerelés még nincs. Ez nem, mert ugye ez autóspecifikus, hogy ahogy mondtam, hogy egy SX4-ben mondjuk nagyon gyorsan beton szerelni, de mondjuk egy 500-as Mercibe biztos, hogy sokkal több vagy a BMW-be vagy. Szóval ez mind attól függ, hogy a maga az ablakmosó rendszer hogy működik, honnan, hová megy, és mit kell megszakítani. Szóval körülbelül akkor mondjuk 20 000 lenne a gép, és akkor plusz még a beszerelés. És plusz a beszerelés, igen. Mert a gép az... gyakorlatilag csomagolásos állapotban is van. Az azt jelenti, hogy ha én önnek odaadom, mint autószerelő vagy autóvillamossági műszerész, ön be tudja szerelni egy órán belül, két órán belül. Olyan állapotban van ez a készülék, hogy nem magamnak készítettem, hogy én beszerelem, hanem bármi, aki ért kicsit a... Szóval csavarmenethez. A villamossághoz, nem, a villamossághoz kell értenie, meg hát legyen bátor azért, hogy a saját autójába tudja, mi hol van, mert hát gyakorlatilag egy gyújtás vezérlésű dolog az, hogy a gyújtás alapján indul el az egész, amikor áldom a gyújtást, ugye, hát az a motorindítás, ugye. És abban a kis dobozkában egy ilyen gépet hozom. Ez így komplet benne van, ez a kis dobozkában. Lehet, hogy mutatni? Persze, meg tudom. Páncsán. Gyakorlatilag a maga a fűtőberendezés, ez még egy, ez a null szériának a gyengébb változata, ennél van már egy kisebb is, már jutottunk egy kisebb változat, és végig is ez lesz a végleges. De ebben most benne van a maga a fűtőberendezés és a védőberendezés. Van hozzá gyakorlatilag egy elektronikánk, ami gyakorlatilag, ez műszerfal alá kerül. Ez maga az a rendszer, elektromos rendszer, ami a hálózatról leveszi majd az elektromosságot, és egy világítós nyomógomb lesz beszerelve a műszerfalba, bármihol a jó helyen, ahol látható. És egy nyomással bekapcsolom, a világító csak akkor világít, amikor a készülék működik. Ha
ha áram alatt van, de nem működik a készen, nem világít, és akkor ha most használom, akkor újból bekapcsol, kibekapcsol, és ahogy be, amit kér az ügyfél. Mondom, hogy egy kis ledes lámpa van benne. Ez most még nem ledes, ez még nem ledes, szeretnénk, ez egy kicsit drága lámpa, vagy drága helyen tudtuk még beszerezni, ha a tömegben biztos, hogy könnyebb, olcsóbb lesz, és akkor biztos, hogy ez a 20 ezer forintos összeg is lejjebb vihető, de lényeg az, hogy ez a biztonsági berendezés, hogy ne működjön fölöslegesen, hanem csak akkor működjön, amikor én akarom, és onnantól csak 5 vagy 10 percig. De ezzel a készüléke be tudok állítani akár 20 percet, 1 órát, 2 órát is, de fölösleges. Szóval ennek nincs értelme, mert mondom, gyakorlatilag ez tényleg csak a hideg szélvédőn, a hideg autóba, de ha tényleg elmegyek, bemegyek a városba, megállok egy parkolóba, egy óra beszállok, leszakadt a hó, van 10 centi hó, lekaparom, ráfagyott a többi, azonnal tudok indulni az autóval. Szóval gyakorlatilag egy 15-20 másodperccel a motorindítás után legalább a szélvédő teljesen tiszta. Mm. Úgy, mint ugye egy komoly autó, mondjuk a tükrök tiszták, meg a hátsó szélvédő. Szóval gyakorlatilag fizikailag a kordonásnak csak a két oldalsó üvegeket. Ön ugye Budakalászon él. Budakalászon vagyok, ott van a műhelyem is. Ott van a műhelyem is. Szóval előre, hogyha valaki ez 30 éves akkor... műhely. Ez egy 30 éves. Pont jövő áprilisban leszünk 30 évesek. Hogyha valaki meg akar ismerkedni ezzel a termékkel, van egy honlapja, ahol ezt meg tudja van nézni? Van honlapom, igen. És akkor milyenek a honlapja? Ez a Lafiville, mint a Lafka Tibor, azból lett a Lafiville.hu. Két ellel, mert a villany szerelés, ugye a Lafiville, igen. Ez egyben, .hu. Ezen. Pillanatok a .hu. .hu, igen. És előtte van a 3W, nem? Igen, www.lafiville.hu. Igen, és akkor van még egy honlapunk, ami talán a két tönök között fog működni, az a fűtött ablakmosó, ez egyben, ugye, fűtött ablakmosó. Ékezetek még a futott ablakmosó. .hu. Igen. Ez meg lehet nézni a fényképeket is. Fényképek, lesz majd videó is lesz hozzá. Videó meg tud mutatni, hogy egy lefagyott üveggel gyakorlatilag egy perc alatt el tudok indulni az autóval úgy, hogy gyakorlatilag az egy perc alatt... A felvételeket most kell majd felvenni, most jönnek a hidegek, most is jönnek a felvételeket. Megmondom, őszintén két napja vettem föl, mert nem volt eddig fagy, pedig én is ilyen helyen lakok. Csak lesz még azért. De, hát lesz, meg lesz jövőre is, de mondom, nyáron is sokat számít különben, szóval a bogaraknak, meg egyebeknek a levitele, meg szóval kevesebb folyadékkal, kevesebb energiával utána ez. És ez a hőtároló, hogyha a motor mellett van, utána gyakorlatilag végig langyosan marad, mert ez a víz... De a motor mellett van valahol beszélve. Ez a motor mellett, a motortól is kap meleget, de előbb föl kell fűteni. Előbb azért föl kell fűteni, és a fölfűtés után, mivel aránylag nagy tömege, súlya van ennek a rendszernek, elég sok egy hőtároló is. Szóval gyakorlatilag az 5 perc után még mindig van legalább 10-15 percig egy ilyen 40 fokos vizem, amit ha még egyszer akarok használni, de onnantól, ha megint benyomom a piros gombot, akkor utána megint van. És gyakorlatilag ennyi a készülék. Most ugye ezt a piros gombot csak akkor nyomom be, amikor az embert autót elindítom. Igen, aztán, ha megyek az autópályán, és ugye azért időnként csak belespriccelnek, akkor már nem fontos, hogy ezt... De utána, ha akarok, mert ez nagyon sok energiát fogyaszt, ezt tudni kell. Sőt, minden elektromos berendezés, ami az autóban van, ezt a légkondival kezdték az emberek, és utána ugye egyre több elektromos berendezés van az autóban. Minden energiát fogyaszt, és ez de utána... Van, hogy ez már le van tisztítva egyszer az üveg, akkor már csak... Utána ez gyakorlatilag már nem nagyon, persze, de mondjuk, ha tényleg megyek az autópályán, és bemegyek kávézni, és ott is szakadó hó van, akkor utána, ha megint beülök, és benyomom a gombot, akkor megint csináljam reggelt, de én úgy érzem, hogy autópályán folyamatos üzemben télen nem nagyon van rá szükség, nyáron megmondom, talán a bogaraknál, meg egyébként, attól függ, de az a folyadéktól is, hogy milyen folyadékot használok, mert szóval télen téli folyadékot kell, az nyáron meg érdemes a nyári alaposót. Mennyit vesz igénybe egy ilyen beszerelés? A legegyszerűbb autóban egy óra, általában egy óra, és akkor az átlagos autók másfél-két órák lehetnek maximum, és a luxuskocsikban 3-4 óra, hogyha kultúráltan, szépen, biztonságosan alkalom, úgyhogy ne kelljen utána ezzel hozzányúlni, és hogy utána hibamentesen működjön. Uh-huh. És azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy ha tényleg ne adj Isten elromolna a készülék, akkor ugyanúgy működik az ablakmosó tovább. Szóval maga az ablakmosó rendszer ettől nem befolyásolja. Szóval itt ez a lényeg az egész. Nem tudom, hogy van ezzel kapcsolatban még egy gondolata, amit szeretné itt a világra engedni. Hát annyi, hogy én nekem az én autómban egy éve működik. Uh-huh. Egy éve működik.
működik. Teljes megelégedéssel. Teljesen megelégedéssel. Jó, persze az első fél év az nem volt egyszerű, nagyon sok apró dolgot kellett megváltoztatni. Épp ezért nem is próbáltuk addig foglalkozni vele, hogy most ezt akár piacra dobjuk, vagy akár bárkinek odaadjuk. Többes számmal beszél, ezt többen fejlesztették, vagy ez csak az ön műve? Én, bocsánat, akkor rosszul fejlesztették. Nem, ez az én agyam. Lehet, hogy a fia is ott kotnyeleskedett a környéken. Sajnos nem. Minden gyermekem mással foglalkozik. Én azért kérdeztem, hogy van-e még ezzel kapcsolatban mondani valami, mert mondta, hogy sok minden föltalált, vagy még sok csomó. Vannak ötleteim, meg vannak, amikor kezdtem a szakmát, akkor is volt. Esetleg, hát a régiekről már nem, mert a régiek ugye elmúltak, régen, igen. Amikor kezdtem a szakmát, az újak meg inkább ilyen, majd. Egyelőre nem szeretnék beszélni, de biztos, hogy lesz, ha lesz még rá mód, akár itt is, vagy akár máshol is, akkor sajnos ez az év nekünk nagyon rosszul záródik. Nem is erről nem akarok beszélni, de itt egészségre is más problémák is belejöttek, és ezért egy kicsit most el vagyok maradva. Sajnos, de bízom benne, hogy lesz ebből úgy, hogy mindenki... Még azért adjuk meg az embereknek a telefonszámát is, mert lehet, hogy úgyis felhívják önt. Vagy nem van, van egy olyan telefonom, ami 30 éve él, vagy 25 éve, amióta van. Az egy 30-as szám. Az 30-as szám 931 és 6220. Ja. Budakalászon van, Budapest központjától talán 8 km-re. Hát Békásmegyer határ, az első utca, a Jókai utca az első utca szóval Budakalászon. Nagyon könnyen Budapest, és hát végig eléggé nagyon Budapest orientált vagyok, mert a kapcsolataim szempontjából, szóval sokat, vannak ügyfeleim Budapesten is, akikkel tudok tartani a kapcsolatot, de mondom, ez még egyelőre. És mint autó villamossági műszerész, mi mindennel foglalkozik? Mert ugye ez tőlem annyira távol áll, azért kérdezem, hát mi mindent csinál? Az autó villamossági műszerész az gyakorlatilag majdnem, hogy mindennel foglalkozik, mert most már minden elektromosan működik. Minden. Szóval, de én amikor kezdtem a szakmát, akkor is így volt különben, a Zsigoliknál, meg a Trabantoknál is így volt, hogy mert hogyha nem tölt a dinamó, akkor megáll az autó. És akkor is segíteni kellett az embereken. Szóval gyakorlatilag indító generátorjavítás, minden elektromos javítás, zárlatok, egyebek. Riasztóban úgy vagyok specifikus, hogy az alapriasztókat szerelem, szóval inkább a középkategória és ottól lefel a riasztók, központi zár, bizonyos védelmek kialakítása. Ezeknek a kikötése, ha elromlik, mint neki 10-15 éves. De akkor komputerrel is dolgozik keményen, gondolom, mert ugye... Nekem hivakódolvasó még nincs sajnos a műhelyemben, de megvannak a lehetőségeim, hogyha bejön egy olyan autó, aminek kigyullad a sárga lámpa, hogy de is megy. Nekem a kocsiban nemrégen elromlott a tempomatom, és az egyik műszer rész azt mondta, hogy hát akkor ezt kell cserélni, azt kell cserélni, mondott egy horizbilis összeget. Aztán elmentem egy másikhoz, rátette a kis gépecskét, azt mondja, rendben is van, valami csak komputerleg volt valahogy elállítva, kb. 2 perc alatt rendbe hozta. Igen. Sajnos a hibakod olvasás az is olyan, hogy egy kicsit olyan kis varázslat. És szóval bízni kell a szerelőbe, ha nem bízik a szerelőbe, akkor tovább kell menni egy másikhoz, akibe bízik. És azt tudni kell, hogy ha kigyullad a sárga lámpa, és kiolvassák a hibát, az nem mondja meg, hogy mit kell megcsinálni vele. Ahhoz kell egy jó szerelő, először egy jó műszer kell egy jó szerelő, és a szerelő tudja kiolvasni azt, hogy amit a gép mond, az mit jelent a háttérben. Uh-huh. Szóval óriási nagy háttértudás kell hozzá. Tehát ami nekünk is ugye vagy fejbe van, vagy számítógépbe, szóval nagyunk is van számítógépes alapú tudástárunk is, ami és nem szégyen elővenni a mai világban a könyveket, meg a számítógépet, bejön egy autó, nem indul. De a régi kocsiknál is, hát most épp volt egy 92-es Opel Astránk, és elővettük a számítógépet, megnéztük a kapcsolási rajzot, és utána meg tudtuk csinálni 10 perc múlva az autó. Szóval végis nem lehet minden dolognak az emberek a fejébe már a mai világban, ha mindent csinál. Most ha valaki csak egy típus csinál, és mindig csak azt az újat csinál, és az fejlődik, az nagyon szép dolog, de az lehet egy kicsit unalmas. A miénk egy kicsit izgalmasabb, amikor bejön a mozgás. Hány emberrel dolgozik? Igazából egyedül dolgozom. De csak igazából, mindig és számít. Van segítő csapatom van. Csapatom van. Most tudni, nagyon beteg voltam most, és föl kellett vennem egy embert pár hónapra, de úgy néz ki, hogy az állása meggyógyulásom után is biztos.
Szóval ez most úgy néz ki, ez nem volt terve. Ez nem volt terve. Reméljük, hogy ez a dolog be fog indulni, és akkor... Hát akkor meg így is szükség lesz rá, csak... Talán még egy plusz ember nem tud biztosítani. Nem, egy tartalékon még azon kívül van, aki másodállásban bármikor be tud ugrani. Az motorszerelő, komoly motorszerelő, motorral tud foglalkozni. Szóval gyakorlatilag az, épp ez a lényeg, hogy ha bejön egy autó is, ha nem elektromos, akkor is meg tudjuk csinálni. Meg hát szóval tényleg sok mindent, ami szakmánk köré. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mindent elmondta Lavkavor. Ha lesz a következő fejlesztése, vagy valami találmánya, akkor az is szépen számoljon be. Ebben a televízióban nagyon sok feltaláló volt, sok érdekes dolgot megtudtam én is, azáltal, hogy csinálom a riportot, sok dologról tudomást szerzek, izgalmas dolgok ezek. Hát köszönöm szépen, hogy itt köszönöm szépen. Köszönöm szépen.